kormányzat elkötelezett az energiaszektor széndioxid kibocsátásának a csökkentésében, ezért a klímabarát tiszta energiatermelés tekintetében kiemelten fontos eszközként tekint a Magyarországon exponenciálisan bővülő fotovoltaikus rendszerekre. Ünnepélyes keretek között került átadásra az a 20,6 megawattos beépített kapacitású naperőműpark Paks határában, amely az ország jelenleg működő legnagyobb fotovoltaikus létesítménye. Paks polgármestere elmondta, az atomenergia és a megújuló energiatermelési mód hatékonyan megfér egymás mellett. Fontosnak tartjuk az atomenergiához hasonlóan tiszta, de megújuló, környezetbarát energiát biztosító megoldásokat is. Hiszen az itt élő emberek egészsége, a levegő és környezetünk tisztasága mindannyiunk számára a legfontosabb. Az MVM csoport tagvállalatának az MVM Zöld Generáció Kft. Irányításával megépült napelemes erőmű átadó ünnepségén Kóbor György kihangsúlyozta. Az 51 hektáros területen átlagosan megtermelt árammennyiség, mintegy 8500 háztartás, azaz több mint 20 000 ember éves villamosenergia szükségletét fedezheti. Azokat a célokat és azokat a vállalásokat, amiket az energiastratégiában megfogalmaztunk, kiemelten a karbonsemleges termelésre és az ellátás biztonságra, ezt a két elvet az MVM csoport is magáinak vallja, és ennek megfelelően dolgozik nap, mint nap. Erre nagyon jó példa a hátam mögött látható két létesítmény, a kisebb méretű paksi atomerőmű és a nagyobb méretű napelemes parkunk, ami az új büszkeségünk.